Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek titeket! Itt ma a Vlogmas 3-ban! Köszönöm, hogy itt vagytok velem! Ma csütörtök van, és nagyon durva reggelünk van. Azért nem is vlogoltam még sokat, mert egyszerűen káosz van. Szóval azt történt, képzeljétek el, csörög a telefonom, hív a barátomnak az anyukája, hogy Petra, képzeld el, ki van kötve egy kutya itt az utcán, most találtam meg, szegénynek nincs itt a gazdája, valaki el akarta engedni, mi legyen, mit csináljak, odahozhatom-e hozzátok? Oké. Nem tudom, hogy milyen a kutya, nem tudom, hogy a Bentley hogyan viszonyulna hozzá, úgyhogy most idehozzák a kutyát, és elviszük a barátom anyukájának a lakásába, ameddig a Bentleyt elrendezzük reggel, mert a Bentleyt el kell vinnünk a Jorgéhoz, ahol mindig leszoktuk adni. Addig a kutyát berakjuk a barátom anyukájának a lakásába, aztán bevisszük a kutyát az irodába, hát ha valaki örökbe fogadja. El fogjuk vinni orvoshoz, megnézni, hogy egyáltalán kié a kutya, a csipet megnézni, és hogyha senki sem akarja, akkor az irodában biztos vagyok benne, hogy lesz valaki, aki örökbe fogadja, mert nagyon kutyabarát az irodánk, nagyon kutyabarát ez az egész környék, ez a West Hollywood Beverlyhez mindenkinek van kutyája, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz valaki, aki akar kutyát, főleg karácsony idején. Szóval ez a reggelünk, éppen a barátom most ment le fölvenni a kutyát, és hát hihetetlen, meg fogom nektek mutatni mindenképpen. Azt mondta a barátom anyukája, hogy kisebb, mint a Bentley, de hasonló kinézetű, szóval nem tudjuk, tényleg nem tudjuk. Ezen kívül egyenes most a hajam, bár raktam egy hajpántot, mert megyek fodrászhoz 10-re, csak följebb rakatni a póthajamat. Ez lesz az utolsó, hogy ezt a póthajat feljebb fogjuk rakni, mert legközelebb új póthajat fogunk berakni, ami sokkal hosszabb lesz, egy picit más színű lesz, szóval legközelebb, amikor megyek, akkor befestjük a hajamat, följebb visszük a szőkét itt fölülre, mert úgy érzem, hogy most már nagyon nagy a kontraszt, úgyhogy egy picit följebb fogjuk vinni a szőkerészt, és be fogunk rakni hosszabb póthajat, úgyhogy ez lesz legközelebb, de el fogok titeket vinni magammal a fodrászhoz, és amikor megbeszéljük ezt az egészet, hogy mi meg hogy, mert ugye ki kell találni a menetét, meg a tervet, meg hogy hogyan, meg hogy milyen hosszú, milyen fajtájú mindent, akkor majd fogok vlogolni, és akkor ti is hallhatjátok, és megpróbálom feliratozni, mint a tegnapi vlogban, amikor a Connor. Tudom, hogy lesz erről kérdés, mert azt mondtam, hogy ő a Bjorn, utána meg azt mondtam, hogy Connor, szóval ő neki az a neve, hogy Bjorn Connor, kettő neve van, a Bjorn az a svéd neve, és a Connor pedig az amerikai neve, és mindig úgy hívom éppen, ahogy jön. Ha úgy jön a számra, hogy Bjorn, akkor úgy, ha azt mondom, hogy Connor, akkor Connor, úgyhogy ha Bjorn vagy Connort halljátok, akkor róla van szó. Úgyhogy ma is feliratozni fogom úgy, ahogy tegnap, hogyha esetleg angolul beszélünk. Aztán van egy kozmetikai arckezeléses időpontom is 5-kor, de föl kell őket hívnom, és lehet, hogy át kell raknom egy másik időpontra. Majd meglátjuk, mert van egy meetingem, ahol ott akarok lenni. Úgyhogy ma lesz egy meeting, ahová el kell mennem, egy házmutatás és egy meeting is. Úgyhogy megpróbálok titeket vinni magammal. Ez a terv mára nagyon köd van kint, de délutánra jó idő lesz, 23 fok lesz ma is, és sütni fog a nap, úgyhogy nagyon jó. Föl kell öltöznöm valami jó kis ruhába, még nem tudom, mit húzzak föl. Ez a terv, ezek a tervek mára. Most pedig gyorsan föl fogok költözni, megnézem, hogy mi a helyzet a kutyával, és kezdjük el együtt ezt a Vlogmas 3-at. Na, közben felöltöztem, és egy ilyen egybe ruhába vagyok, egy ilyen fehér egybe ruhába, és alatta van egy rövidnaci, egy ilyen átlátszós, vagy egy ilyen bőrszínű rövidnaci, csizma, táska, és gyorsan lemegyünk megnézni a kutyát. Hi! Hi, it's okay, it's okay. Hi, it's okay. Sit, come here. Oh, you want some, he's not a puppy though. He's not a puppy because you can tell. I know, I love you. Okay, so ő a kutya, akit találtunk az utcán. Nagyon aranyos. Hi. Oh my god, úgy néz ki, mint a Bentley amúgy, esküszöm, csak koszos. Meg kell fürdetni, szegény nagyon-nagyon koszos. És én fehérben vagyok, szóval nem nagyon nyúl hozzám, jó? I love you, okay? You're very cute. Okay. Szegény kicsit vékony. You want a treat, maybe? Yes. A treat, maybe? Yes. Sit. Wait, sit. Come here. I have more. No, but I guess you want. Oh, the Benny. Ja, megeszi. El fogjuk vinni, ez a barátom elviszi az irodába. Meg kell fürdetni, úgyhogy el fogja vinni valóban megfürdetni egy kutya kozmetikushoz.
Én pedig el fogok menni a hajamat megcsináltatni, és utána én is vagyok az irodába, és megpróbálok segíteni, hogyha tudok. Úgyhogy találkozunk a fodrásznál. Office with Connor and he's adopting the doggy. Na sziasztok! Na most értem haza és próbáltam összekötni a hajamat, mert most neki fogok állni vacsorát csinálni. Nem tudtam megállni a boltba, képzeljétek el, hogy elmentek egy házutatásra, utána onnan egy meetingre, akkor ott voltak a kutyák, amit ide bevágom, itt velük játszottam, miközben meetingünk volt, úgyhogy egy egész hosszú nap volt, és nem is tudom már mennyi az idő, összem este 7 óra, úgyhogy most értünk haza, és elmondom, mi történt a kutyával. Szóval az történt, hogy a Bjorn, a Connor úgy döntött, hogy örökbe fogadja a... Bocsánat, a hajam miatt, ne hallgatok, de össze-vissza. Szóval úgy döntött, hogy örökbe fogadja, és délután 4-re elvitte az állatorvoshoz, viszont azt mondta az állatorvos, hogy ameddig nincsen teljesen beoltva, addig nem lehet másik kutyákkal, viszont a Bjornnak már van egy kutyája. Úgyhogy addig, ameddig meg nem kapja az oltásait, addig a barátom anyukájánál lesz, mert ő neki nincsen kutyája, nálunk nem tud lenni, mert ugye nálunk itt van a Bentley, úgyhogy addig a barátom anyukájánál lesz a kutya, és amikor már megkapta az összes oltását, akkor fog oda kerülni a Bjornhoz. Úgyhogy éppen a barátom most ment el, és vette fel a Bjorntól a kutyát, hozza, leadja az anyukájánál, és utána jön haza. Én meg addig gondoltam, hogy csinálok vacsorát, és azt beszéltük, hogy nagyon kívánjuk a shrimp pasztát, szóval fogok csinálni ilyen garnélarákos, pesztós. Lehet, hogy pesztós, megnézem, hogy mi van itthon. Vagy pesztós. Szerintem pesztós, igen, pesztót tudok csinálni. Nézzük. Nézzük meg ezt a pesztót. Ez jó, ezt ki kell dobnom. Pesztót fogok hozzá használni, fogok használni hozzá kókuszkrémet, rigatonit, vagy pennetésztát, nem meglátom, melyik van itthon, és shrimpet, vagyis garnélarákot. Úgyhogy ez a terv, ezt most gyorsan összedobom, és mindent mutatok, hogy hogyan csinálom. Na egy icipici hagymát, lila hagymát megpirítottam így olívaolajon, és most fogom hozzárakni a rákot. És a rákot ezt nem fogom sokáig főzni, mert ez alapból úgy vettem, hogy félig meg volt főzve, tovább nem nagyon kellene csinálni, hogy icipicit megkavargatni, hogy egy picit fölmelegedjen, de a lényeg az az, hogy hogyha sokáig főzném, akkor nagyon összeugrana, és nem lenne jó. Úgyhogy azt nem szeretjük, hogyha ilyen száraz és pici a rák, hanem azt, hogyha ilyen juicy és nagy marad. Úgyhogy most egy icipicit fogok várni, csak ameddig enged egy pici leve, és akkor utána hozzárakjuk a kókuszkrémet. Azt már kibontottam, ez a kókuszkrém, ebbe bele fogok rakni nagyjából a 3/4-ét, és hozzá fogok rakni
kettő kis kanál pesztót. Ez egy elég erős pesztó, úgyhogy, úgyhogy nem kell belőle sok. És ennyi lesz igazából a szósz, és a tetejére nem is kell amúgy fűszerezni, mert a pesto miatt nagyon jó íze van, és a tetejére fogok rakni ilyen red pepper flakes, ez ilyen szárított chili paprika, és hát egy icipicit csípős lesz. És közben melegítem föl a vizet, mert ebbe pedig ki fogom főzni a rigatónit, tehát ezt ami rigatónival vagy tenyérrel csináljam, és a barátom azt mondta, hogy inkább rigatónival, úgyhogy ezzel fogjuk csinálni. Oké, beleraktam a kókuszkrémet, beleraktam a pesztót, és most egy picit hagyom, hogy ez felforjon és besűrűsödjön. Úgyhogy ez így, ups, ez így néz ki, ez így nagyon-nagyon szép zöld színe van. Úgyhogy ahogy egy icipicit ez felforjon és besűrűsödött, hozzá fogom rakni a rigatonit, és kész a vacsora. Nagyon-nagyon egyszerű, tehát nagyjából az egész mindennel együtt ilyen 15 perc maximum. Úgyhogy nagyon szeretem ezt elkészíteni akkor, amikor valami olyan vacsorára vágyunk, ami egy kicsit felmelegít, és kicsit laktatóbb, de mégis ilyen kis gyorsan megvan. Úgyhogy mindjárt kész vagyunk, mutatom, hogy néz ki, amikor már megvan az egész. Kész a tészta, úgyhogy most csak bele fogom önteni egy kézzel, mivel másképp nem tudom. Mivel fogom a kamerát, és most csak szépen összekeverem az egészet, hogy mindenhol legyen elegendő szósz rajta, elegendő rák, és kész is van a vacsora. És még akkor, ahogy mondtam, a tetejére fogok rakni ilyen chili fléket, és kész vagyunk. Nem tudom, hogy a kamera meg a fény visszaadja, de élőben az egész zöld a pesto miatt. Úgy látom, hogy a kamerában annyira ez nem látszik, kicsit inkább ilyen tészta színűnek tűnik, de a valóságban zöld színe van. Felrakunk egy picit ebből. Én általában mindent csípősen szeretek, a barátom is szerencsére mindent csípősen szeret, úgyhogy így ez tökéletes, mert így legalább egyformán tudunk enni mindig. És ezen elkezdtem csinálni holnapra Energy Balls. Ebbe van pót, vagyis zar. Ennek a neve datoja, ez az édesítés hozzá. Az egyikben lesz fehér csoki, a másikban lesz étcsoki, kettő fajtát csinálok. És mind a kettőben rakok maca powder. Mind a kettőbe rakok chia magot, az ott van alul, és bele fogom a végén forgatni ebbe a ledarált mandulába, ez ilyen ledarált mandula, és ebbe fogom beleforgatni, és akkor ez lesz holnap, amit elviszek magammal a irodába, és napközben tudom enni, vagy reggelire. Úgyhogy most azt mondom, hogy gyorsan ezt is összerakom, és megmutatom, amikor kész van, mert ezt egyszer már megmutattam nektek a vlogból, úgyhogy nem akarok titeket untatni vele. Igazából csak mindent berakok ebbe a dologba, ennek rárakom így a tetejét, egészet szépen összedarálja, és egy ilyen kicsit olyan állaga lesz, mint a gyurmának, és akkor ilyen kis pici golyókat gyúrok belőle, és a végén pedig beleforgatom ebbe, és akkor megy be a hűtőbe, és másnap reggelre tökéletes. Úgyhogy most ezt fogom gyorsan összedobni, és mutatom, hogy egész van. Na, elfelejtettem teljesen mondani, hogy rakok bele mandula vajat is, ez csak sima mandula, fel nincsen benne semmi, se szal, se só, se cukor, semmi, csak sima mandula, hogy már nagyon kevés van az alján. Úgyhogy azt raktam bele, meg raktam bele egy icipici ilyen kókuszolajat. Ez ilyen extra szűz kókuszolaj, ami hát olyan, mint egy ilyen joghurt igazából, szóval ebből raktam bele még egy kanállal, és akkor itt van ez az első massza, és most ezt el fogom készíteni ugyanezt az adagot, csak nem fehér csokival, hanem étcsokival, és akkor kettő különböző fajta lesz. Na, kész van, a vacsora így néz ki, ez az én adagom, még raktam rá extra piros paprikát, mert ez a csípős paprikát, mert nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezt most meg fogom enni. Közben megcsináltam az Energy Balls-nak az alapját, beraktam a hűtőbe, hogy egy icipicit összeálljon, és amikor végzek a vacsorával, akkor utána csak ki kell gyúrnom a kis golyókat belőle. Na, végeztünk a vacsorával, és megcsináltam ezeket a kis energialabdákat. Á, majdnem letörtem a körmömet. Oh, nagyon nehéz egy kézzel, szóval így néznek ki. Látszik, hogy amely kicsit sötétebb, az az étcsokis, ami világosabb, az pedig a fehér csokis. Úgyhogy elég nagy adagot csináltam belőle, úgyhogy hát mindenkinek fog jutni az irodába ebből holnap. Úgyhogy ennyi lenne, úgyhogy én most szerintem el is köszönök tőletek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk holnap a Vlogmas 4-ben. Sziasztok!